Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét, Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Tekintsék meg mai műsorajánlónkat! Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsorunk következik. Mai vendégünk dr. Nagy Molnár Miklós, a Györf István Nagykun Múzeum igazgatója, akivel a tavalyi év eseményeiről, rendezvényeiről beszélgetünk és az idei tervekről. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk dr. Nagy Molnár Miklós, a Györf István Nagykun Múzeum igazgatója. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm én is a meghívást, és köszöntök én is mindenkit. Nagy azért hívtuk ma meg egy stúdióinterjúra, egy beszélgetésre, mert a február 25-i testületi ülésen elfogadták a képviselők a 2015-ös beszámolóját. Vázolja nekünk nagy vonalakban, hogy miről is szólt ez a beszámoló, mik a főpontjai. Tulajdonképpen minden évben feladatunk az, hogy egy beszámolót a fenntartónak, illetve a minisztériumnak is eljutassunk, és ebben a beszámolóban, ez régebben is így volt, amikor még nem a városhoz tartoztunk, ebben a beszámolóban a tudományos munkától a gyűjtésig, illetve a múzeum kiállításain mindenről beszámolunk. Volt miről a tavalyi eseményekről is beszámolnunk, elmondtam, illetve leírtam, hogy hány és milyen kiállításunk volt, az időszaki kiállításaink, mert ugye egy múzeumban ez a legfontosabb, amit a széles közönség lát a mi munkánkból, noha számunkra múzeológusoknak nem annyira ez a legfontosabb, de ami a közönséggel kapcsolatos, tehát amit a közönség lát a munkánkból, az a tudományos, illetve a kiállítási tevékenységünk. Hát a legfontosabbak közé tartozik emellett a kiállítási programunk mellett, legfontosabbak közé tartozik az, hogy múlt évben sikerült megint egy kis pénzt nyernünk, és megkezdődött a Jókai úti tájháznak a felújítása. Ugye egy évvel azelőtt nyílt meg a fazekas ház, amelyet szintén sikerült felújítanunk központi pénzből. Tavaly sikerült felújítanunk a Jókai úti tájházat, illetve még ebben az évben évelején fogjuk befejezni, hiszen közben jött a tél, és reményeink szerint május 1-én már az is újra tudja nyitni. És ugye most már a sorban a következő, az a szélmalom lesz, amely ugye pár évvel ezelőtt elvesztette a négy vitorláját, tehát tulajdonképpen lesz mit dolgoznunk ebben az évben is felújítás szempontjából. Az épületeink egyébként azt mondhatjuk, hogy viszonylag normális állapotban vannak. Ami egy kicsit problémásabb és nagyobb gondot okoz, az a raktárban őrzött műtárgy állománynak a helyzete, hiszen ma már egy korszerű raktár az egy portalan és pormentes épületet takar. Hol van most ez a raktár? Ez a Rónai Marom épületében, az egykori Rónai Marom épületében van, valamikor polgárvédelmi raktár volt, és fűtött, tehát állandó hőmérsékleten és páratartalmat biztosító épületben kellene a műtárgyállományunkat tartani. Hát ettől még elég messze állunk, de bízunk benne, hogy majd szépen, ahogy ez szokott lenni, szépen folyamatosan valamilyen pénz megoldás következtében majd ezt is meg tudjuk oldani. Említette a Jókai úti tájház felújítását, ott milyen munkálatokat végeztek?
Tulajdonképpen ugye a Jókaióti Tájház 1984-ben lett átadva, és azóta például a villanyszereléshez, tehát a villanyszerelvényhez nem nyúltak hozzá. Kisebb felújítások mindig voltak, hol a tetőt kellett megcsinálni, egy kis tapasztás a falon, mert ugye az mindig omlik, vagy ha emlékeznek rá, akkor pár évvel ezelőtt az istálló fala dőlt ki. Nem volt megfelelő azért hátul a WC sem az épület háta mögött, és most ebben az évben sikerült a villanyszerelést felújítanunk, tehát ennek ugye az a legfontosabb, azért volt olyan fontos, hogy ezt megcsináljuk, mert bármikor ugye egy, ha nem szabványos, akkor bármikor egy zárlat következtében leéghet, vagy akármi történhet. Ezt hál' Istennek nem következett be, de most már nem is fog bekövetkezni. A tetőt is kijavítottuk ott, ahol kellett, illetve a gémeskút is javításra szólt, az is fel lett újítva, és a hátsó WC is, tehát az udvari WC is ki lett cserélve. Egy kicsit a kerítésen is javítottunk, hát jóval több pénzt is el lehetne költeni erre az épületre, mint amennyi volt, de most ennyi állt rendelkezésünkre. Ami az épületen, a nagy épületen belül a legnagyobb problémánk volt, az, hogy a tiszta szobában, a hátsó tiszta szobában, nem az udvari, vagy az utca felüli szobában, a hátsó tiszta szobában a padló, a hajópadló az évek során érett. Mondhatni azt, hogyha például valaki körömcipőben, egy magas sarkú cipőben jött, akkor sajnos előfordulhatott, hogy adott esetben beszakadt alatta a padló, tehát egy teljes padlózatcsere megvalósult, a párnafektól kezdve mindent ki kellett cserélni, hiszen elrohadt az a rész. És most majd a tavasszal, hogyha most már igazán kinyílik az idő, nem lesznek fagyok és jobb az idő, akkor befejezzük a tapasztást is, hiszen az ilyen épületeket általában tapasztják és nem vakolják, és a megfelelő szakemberekkel tapasztatjuk. Utána jön a messzelés, aztán a takarítás, és várhatóan május 1-én a nyitás. Melyik kiállítás volt a leglátogatottabb a 2015-ös esztendőben? Hogy értékeli, melyiket lehetne kiemelni a sorból? Hát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az egyik legérdekesebb és a legfontosabb kiállításunk az az első világháborús kiállítás volt, hiszen azt tavaly rendeztük, ugye tavaly előtt volt, emlékeztünk az első világháború kitörésének 100. évfordulójára, de ugye hát mivel 4 évig tartott az első világháború, ezért mi úgy döntöttünk, hogy 2015-ben rendezünk egy ilyen kiállítást, és azt augusztus 20-án a Nagykorúsági Kulturális Napok alkalmából nyitottuk meg, és azt mondhatom szinte, hogy szinte valamennyi iskolából, valamennyi olyan érdekelt osztály, amelyik tanulta már az első világháború történetét, illetve a 20. század történetét, látta a kiállítást. És hát ehhez kapcsolódóan szerveztünk egy kis konferenciát is a könyvtárban októberben, ahol 3 előadáson beszéltünk arról, kollégáim beszéltek arról, hogy mit is jelentett a világháború egyrészt Karcagnak, meg egyáltalán hogy is alakult a világháború története. Tehát azt mondhatnám, hogy talán ez volt az, amelyik a legsikeresebb, világlátogatottabb kiállítás volt. Persze említhetném még a Alföldi Frazekas Triennálét, amit ugye közösen rendeztünk a Déli Néművelődési Központtal és a Déli Néművelődési Központban, hiszen ez már régi hagyományokat elevenített fel, illetve régi hagyományos kiállítás. Ez volt a 13. Nem voltunk babonásak, ezért megszerveztük ettől függetlenül. Nem is volt semmi probléma, hál' Istennek. És azért elmondhatom, hogy szép karcagi, illetve karcagi kötődésű sikereket is hozott, hiszen elég itt a Szűcs családra gondolni, akik ugyan Tiszafüreden alkotnak, fazakasok, tehát Szűcs Imrénél, Szűcs Judit lettek most díjazottak, de hát egyértelműen karcagi kötődésűek. Szűcs Imrét ugye azért nem díjaztuk, mert annyira gyönyörűek már a Miska kancsói, hogy a megnyitón el is mondtam, hogy ő neki már nem
egy ilyen pályázaton nem elég csak az első vagy a nagy díj, hanem lassan már egy Kossuth díj is kiállna Szűcs Imre munkásságáért, hiszen tartósan, stabilan hozza azt a minőséget, amit megszoktunk tőle. És hát a Kántor Sándor díjat pedig a karcagi születésű, de Kalocsán dolgozó Kovács László fazekasmester nyerte. Az a Kovács László, aki állandó jelleggel büszke arra, ugye, hogy karcagi származású, büszke arra, hogy Kántor Sándornál tanulta a munkát, úgyhogy ő az, aki szintén a karcagi fazekasság hírnevét öregbítette. Ugye elmondta néhány perccel ezelőtt, hogy nagyon fontosak a kiállítások, ugye a közönséggel akkor lehet igazából találkozni, de hogy önöknek, múzeológusoknak van ennél fontosabb, mire gondolt itt? Igen, a múzeum ugye alapvetően régen úgy mondtuk, hogy hármas funkcióval dolgozik, gyűjt, megőriz és feldolgoz. Ma már azért ugye egy kicsit árnyaltabb a kép. Legfontosabb dolgunk az továbbra is, hogy begyűjtsük azokat a régi tárgyakat, régi dokumentumokat, amelyek a történelmünk számára a legfontosabbak. Ma már persze eljutottunk arra, hogy egy minőségi váltás következett be, tehát nem annyira mennyiségben gyűjtjük a tárgyakat, mint adott esetben a 70-es években vagy a 60-as években gyűjtötte a múzeum, hiszen akkor szinte azt mondtuk, hogy az utolsó órában, a 24. órában vagyunk, bár erre elmondhatom, hogy már Györfi István is megkongatta a rangot, hogy a néprajzos már a hagyományos néprajz már a 24. órában van, de azért még itt vagyunk 100 évvel később is, és tudunk dolgozni, van mit dolgozni, hál' Istennek. Tehát egy kicsit megtörtént a váltás, ezért ma már kevesebb tárgyat gyűjtünk, általában a múzeumokra ez jellemző is. A megőrzés ugye az a legfontosabb, hiszen nem csak egy-két évre, hanem elvileg ugye mi az örökké valóságnak dolgozunk, tehát örökké kéne megőriznünk tárgyainkat, tehát ezért fontos az, és nem mindegy, hogy milyen raktári körülmények között találhatók a műtárgyaink, mert ugye ha néhányan bejönnek olyanok, jöttek már be a raktárunkba olyanok, akik nem múzeológusok, és látták favilla, gerebje, ilyesmi van, és mondták, hát ez otthon a szüleimnél is volt, tehát ez mitől műtárgy? Abban az esetben már műtárgyá válik, amikor már bekerül a múzeumba, hiszen most még meg tudjuk őrizni, most még lehet gyűjteni, de 10-20-100 év múlva már nem biztos, hogy tudunk ilyet gyűjteni, tehát mi így előre gondolkozunk azon, hogy mi az, hogy műtárgy. Épp ezért ezeket meg is kell őriznünk. A fa eszközöknek, fából készült tárgyaknak ugye a legnagyobb ellensége a szú, ami ellen folyamatosan küzdenünk kell, és hát ugye, hogyha egyszer bevette magát a szú, akkor aztán elég nehéz, hiszen ezt a néhány háztartásban is lehet tudni. Tehát vagy a gyűjtés mellett ugye a megőrzés a legfontosabb, és a megfelelő, ami múzeológiailag fontos dolog, hogy megfelelő rendszerben, szabályosan az előírtaknak megfelelően legyen letározva és dokumentálva egy tárgy. Ma már ugye a digitális korszakban azért nem nehéz, hiszen számítógépre lehet vinni az egykori papír alapú leltárkönyvünket, sőt a törvény már ezt elő is írja. Csak hát ez ugye szép, apró, sziszifuszi munka, és nem látványos. Tehát a nagy közönség számára ez egy olyan munka, hogy amit csak azt tud, aki benne van. Tehát ugye ez lenne igazándiból a legfontosabb. Ez az, amit valamikor a múzeum őrök is csináltak, hiszen valamikor nem Györfi Istvánék korában még nem múzeológusoknak hívták, hanem múzeum őröknek hívták a múzeummal foglalkozó embereket. És hát a feldolgozás az ugye az már több szintű, és itt árnyaltabb ma már a kép. Ugye gyakorlatilag társadalmasítani kell, ma már ezt mondjuk, hogy társadalmasítani kell a múzeumi tárgyakat, a múzeumi kiállításokat. Kiállítások is azért készülnek ma már úgy, mint ahogy készülnek, nem annyira
Elsősorban a tudományos szint is megvan benne természetesen, hiszen anélkül nem kiállítás egy kiállítás, de egy kicsit népszerűsíti is. Ezért lett már színesebb a mi állandó kiállításunk is, egy kicsit közelebb hozni a fiatalokhoz főként, hiszen azért nagy kihívás a fiatalokat behozni a múzeumba. Tudjuk akkor, amikor az internet korszakában elég egy kattintás, pláne a mobiltelefonokon elég egy kattintás, és már ott is vagyunk akár a párizsi Louvre-ban, akkor miért jönne be adott esetben, hogyha a Louvre-ban sétálhat, egy virtuális sétán részt vehet, akkor miért is keresné meg a saját múzeumát, tárgyakat, bár mondjuk a saját történelmet mindig célszerű tudni. Meg mondjuk egy virtuális séta azért másra, mint amikor hát, az ember a saját szemével ez így élőben igaz. Igaziból látja. Ez így igaz, azért egy Samothrakéniké, vagy egy Mona Lisa azért élőben sokkal meghatározóbb élmény, mint az, hogy a tévében vagy a videón látom, hiszen én is, amikor először fényképpen láttam, azt hittem, hogy például a Mona Lisa mekkora nagy monumentális kép, és mikor ott láttam a Louvre-ban, akkor láttam rajta, hogy hát ez nem is olyan monumentális, és mégis nagy hatású festmény, de ez csak egy mellékág. Tehát azt mondhatom, ugye, hogy ez egy nagy kihívás, és azért ezt a feldolgozást, ez az új szintje ma már a múzeumi feldolgozásnak, mert a hagyományos, a tudományos publikációk készítése, illetve az egyéb publikációknak is a készítése. És hát a múzeum pedagógia, ami bejött el pár évvel ezelőtt, ami jobban társadalmasítja ugye ma már a múzeumot, tehát múzeumpedagógiai foglalkozások, amikor jobban lehet megismertetni fiatalokkal, idősebbekkel a saját múltjukat, saját történetüket. Hiszen ha a sajátját nem ismeri, akkor a másét nem fogja keresni. Tehát lehet, hogy valaki például, ha ma már ugye kinyíltak a határok, és valaki például elmegy és Velencében, vagy akár Londonban hamarabb megnézi a British Múzeumot, de akkor talán rádöbben, hogy hoppá, hát azért honnan is indultam én, ha ott megőrzik, akkor honnan is indultunk, mi kik is vagyunk, honnan is jöttünk. Említette ugye, hogy például a raktárhelyiségük felújításra szorulna, korszerűsítésre. Az idén lesz-e olyan pályázat, vesznek-e részt pályázatokban, amivel fejleszteni, modernizálni tudnak? Bízunk benne, még ugye most alakult meg a Nemzeti Kulturális Alap is, nem olyan régen. Ez a legfontosabb pályázati fórumunk, ahol van egy közgyűjteményi szakmai kollégium, ahová tudunk adott esetben műtárgyvédelmi pályázatokon fordulni, illetve egyéb rendezvényeken fordulni. Bízunk benne, hogy lesznek, hiszen minden évben voltak eddig is ilyen műtárgyvédelmi projektek. Az, hogy az épület felújítás, illetve épület átalakításra mikor és hogyan lesz pénz, azt nem nagyon lehet tudni, hiszen a Szolnoki Múzeumnak van most egy raktárépülete, ami azt mondhatjuk, hogy európai, közelíti az európai szintet. Egy volt szovjet laktanya épületből alakult ki, és az is 2 milliárd forintba került annak idején, tehát ezért itt van még mit keresnünk, hogy honnan lehet egy épületet felújítani. Az idénre milyen kiállítási terveik vannak? Ugye az év elején megnyílt egy kiállítás, a Rákosi börtönei. Ez egy nagy sikerű kiállítás volt. Mi várható még az idén? Igen, még a Rákosi börtönei, ez most ebben a hónapban még látogatható lesz, és több hasznos és érdekes kiállítást tervezünk, hiszen több évforduló is lesz ebben az évben. Ugye az egyik legfontosabb évforduló, az pont októberben lesz, az október 23-ai forradalomnak az évfordulója, hiszen 60 évvel ezelőtt tört ki. Ott tervezünk abban az időszakban egy Magyarország szovjetizálása című kiállítást, ezt szintén az Emlékpont Múzeum anyagából próbáljuk összehozni. Tavaly volt egy nagy sikerű pályázat, ugye az Eleink Élete a család címmel, fotópályázat, amelyre nagyon sok fotó érkezett, és ebből szeretnénk egy kiállítást, hiszen megígértük, hogy ebben az évben megvalósul ez a kiállítás. Ezt a kiállítást is szeretnénk megvalósítani,
Idén 80 éves lenne Torok Sándor, aki Bácskosút falva szülötte és remek festőművész volt. Ő neki mi is tervezünk egy kiállítást, illetve van egy adósságunk tavalyról, pont a Fazekas Triennáléről, ugye Szűcs Judit nyert egy olyan díjat, külön díjat, hogy önálló kiállítással bemutatkozhat a György István Nagykun Múzeumban. Ez azért is fontos, különösen Juditnak is, mert hogy önálló kiállítása még nem volt. Mindig csak csoportosan, illetve hát a szüleivel együtt és a testvérével együtt mutatkozott be. Tehát van program, illetve még lesz egy kiállítás, amit most tavasszal tervezünk megvalósítani. Balázs Dénes, az Érdi Földrajzi Múzeum, Magyar Földrajzi Múzeumnak a megalapítója volt, és ő neki készült az emlékére 2 évvel ezelőtt egy kiállítás, amelyet szintén elhozunk ide Karcagra. Akkor lesz feladatuk bőven az idénre. Hát bízunk benne, hogy lesz, illetve már úgy tervezzük, hogy lesz, és miután a képviselőtestület elfogadta a költségvetésünket, és úgy tűnik, hogy meg is valósíthatók ezek a feladatok. Még néhány szót ejtsünk arról, hogy ugye a múzeumhoz tartoznak, már beszéltünk erről, különböző látogatóegységek, látogatóhelyek. Ezeknek a nyitvatartásáról mit kell tudnunk, hogyan fogják tudni megoldani az idén? Ugye jönnek majd a nagy rendezvények, akár a Birka Főző Fesztiválról, hogyha beszélünk, akkor hogyan látogathatóak ezek? Igen. Eddig is ugye az utóbbi években, utóbbi 2 évben már úgy tudtuk megoldani ezeknek a nyitvatartását, hogy a közfoglalkoztatási programban részt vett a múzeum, és most éppen most március közepétől 2 közfoglalkoztatású munkatársunk lesz majd, akiknek az lesz a legfontosabb feladata, ugye, hogy a tájházakat, illetve a szélmalmot majd nyitva tartsa. Az elképzeléseink szerint ugye a szélmalom is állandóan nyitva lesz majd, hiszen tavaly csak tudtuk nyitva tartani, hogyha bejelentkezett egy látogatócsoport. Állandóan nyitva szeretnénk tartani ugye majd a Fazekas házat is, hiszen az a leglátogatottabb, és törekszünk arra is, hogy a nagykonsági tájház is a legsűrűbb napokon mindig nyitva legyen. Tehát például a birkafőzőn mind a 3 egységet nyitva fogjuk tartani, illetve a nagykonsági kulturális napokra is azt tervezzük, hogy mind a 3 egység nyitva lesz. Igazgató úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és jó munkát kívánunk erre az évre is. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, most pedig az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, kérem tartsanak velünk. Aki számít, jelen volt. Az ország legnagyobb turisztikai idegenforgalmi seregszemléjén az utazási irodák, a szálláshelyek, valamint a magukra adó települések, régiók és megyék kínálták szolgáltatásaikat. Régiónknak, derült ki az elmúlt évek összesítéséből, nincs oka szégyenkezni. Kedvező tendencia mutatkozott be, hiszen tudjuk azt, hogy az országos átlagban a Magyarországon nagyot növekedett a turisztikai vendégészakák száma. De Jászlóskun-Szolnok megye jobban teljesített az országos átlagnál is. A vendégészakák száma 2015-ben meghaladta az 500 ezret. A legtöbb vendég Cserkeszőlőt kereste fel, a listán mögötte Berekfürdő áll, még Szolnok a harmadik. A megyeszékhely standja idén a reptár díszletével aratott sikert. Azért álltam meg, mert ez a repülős történeti kiállítást szeretnénk volna megnézni, és most tudtam meg, hogy ez másik helyre költözik. És most megvan a cím, és majd legközelebb elmegyünk oda megnézni. Fölvettük nemzetközi reptárakkal kapcsolatot, együttműködési lehetőséget kerestünk. Ennek bizony a nemzetközi szinten is híre van, tehát tudnak róla, hogy itt nyílik. Nyilván olyan tartalmi elemei vannak, ami valóban tényleg egyedülálló. Nagyon nagy az érdeklődés. Nem tudnak szerencsére az emberek úgy elmenni mellette, hogy ne kérdezzék, ne nézzék meg, nagyon különleges. Erre hívjuk fel ugye a figyelmet, illetve majd ugye a Sörmúzeum, a Sörárium Sörmúzeumunkról. Erről fog szólni, és ez mellett
a kultúra, a fesztiválokkal várjuk majd a kedves látogatókat. A fesztiválok megyeszerte összesen mintegy 200 ezer látogatót vonzottak 2015-ben. Az érkezők számát a megyeszékhely új beruházásokkal szeretné gyarapítani. A Sörárium és a Reptár mellett szerencsére másért is érdemes lesz hamarosan Szolnokra látogatni. A szolnoki vár egy szeletét is meg tudjuk építeni, de termálfürdőt is építünk a szolnoki Tiszaligetben. Azt gondolom, hogy minden egybeáll, minden összeáll ahhoz, hogy 2-3 éven belül Szolnok valóban fönt legyen az ország idegenforgalmi térképen. Jászlanyku Szolnok megye a színpadon is helytált. Az idei Tour de Opera, avagy a Természet Operaháza produkció népszerűsítését Lőrinc Judit operaénekes vállalta. Az elmúlt időszakban is több súlyos baleset történt a postánál, amely elsősorban a 4-es számú főútról a Püspökladányi úton a kereszteződéshez érkezők figyelmetlensége miatt. A város vezetése évek óta szeretne ide egy jelzőlámpás kereszteződést, most úgy tűnik, hogy ez megvalósulhat. A postánál lévő baleset veszélyes kereszteződésről Dovos László polgármester több alkalommal is egyeztetett az út fenntartójával, a Magyar Közút Nonprofit ZRT-vel. Mivel a jelzőlámpás kereszteződés kiépítésére tavaly nem volt lehetőség, ősszel a cég a város vezetésének kérésére újabb biztonságtechnikai eszközöket helyezett ki ide. A város vezetéssel történt többszöri egyeztetés eredményeképp a Magyar Közút Nonprofit ZRT tájékoztatóját tárgyalták a képviselők. Ebből kiderült, hogy az elmúlt időszakban nagy mértékben megnőtt a balesetek megszüntetése érdekében történt egyeztetéseken, felvetették a csomópont átépítésének a szükségességét. A fejlesztésre állami forrás keretein belül jelenleg rendelkezésre áll a csomópont kialakítására bruttó 26 millió forint. A csomópont átépítésére a korábbi engedélyezési tervek építési engedélye lejárt, azt újra kell terveztetni. A négyágú csomópont Karcagváros központjában két országos mellékút és egy helyi közút kereszteződésében található. A képviselőtestület egyhangulag támogatta, hogy a baleset veszély mielőbbi megszüntetésére való tekintettel a Magyar Közút kivitelezésében történő csomópont átépítés valósuljon itt meg jelzőlámpás átépítéssel, de a forgalmi rend elsőbségi viszonyok megváltoztatása nélkül. A terv elkészülte után körülbelül 3 hónap alatt kivitelezhető, ezt a fejlesztést teljes körűen a Magyar Közút kezelni. Karcag határában is méri a gyorshajtók sebességét, fotózza a tilos áthajtókat és egy sor más szabálysértés elkövetőit a Véda Intelligens közúti kamerahálózat 365 fix telepítésű készüléke, de ezek felvételei alapján még nem bírságolnak. Csak hogy heteken belül változhat a helyzet, az ORFK egyenlőre annyit mond, 2 héttel a bírságolás kezdete előtt figyelmeztetik az autósokat. Még nem dőlt el, hogy mikor veti be a rendőrség a védarendszert, de Oberling József ezredes, az ORFK közlekedés rendészeti főosztályvezetője szerint tulajdonképpen az már ma is élesben üzemel, csak még nem bírságolják meg a kamerák által rögzített szabálysértések elkövetőit. Nem kell már sokat várni, és a rendszer már a bírságokat is kiszabja, mondta konkrét időpont említése nélkül Oberling. Csupán a rendőrség egy korábbi ígéretét ismételte meg, legalább 2 héttel a bírság funkció élesítése előtt figyelmeztetni fogják az autósokat. A Véda indiai eredetű női név jelentése bölcsesség, tudás, ismeret, alkalmas forgalomszámlálásra, sebességmérésre, a tiloson áthajtás és a záróvonal átlépésének rögzítésére, valamint képes ellenőrizni, hogy az autóban ülők használják-e a biztonsági övet. Automatikusan figyeli, hogy a látótérben áthaladó autókra kötöttek-e felelősségbiztosítást, befizették-e az adót azokra, nem körözik-e a járművet.
A kamerarendszer beindulása létfontosságú a rendőrség számára. Tavaly ugyanis az előző évihez képest romlottak a baleseti statisztikák. Oberling szerint ennek részben az az oka, hogy nem sikerült tavaly elindítani a rendszert. Mindenképpen el akarták kerülni, mondta, hogy a rendszer tömegesen küldjön hibás bírsághatározatokat, emiatt viszont a tesztidőszak kissé hosszabb lett a tervezetnél. Ehhez jött még az, a migránsválság lekötötte az erőket, kevésbé tudták a közlekedőket ellenőrizni, a 160 mobil szuper trafipax is kevesebbet dolgozott a szükségesnél. Az autósok pedig hamar észrevették, hogy kevesebb rendőr figyeli őket. Tavaly az előző évekhez képest 10 évvel kevesebb szabálysértési eljárást indított a rendőrség, és harmadával kevesebb közigazgatási bírságot szabott ki. A közlekedés rendészeten ezzel magyarázzák, hogy ha csak pár százal is, de nőtt a balesetek száma 15.847-ről 16.241-re, és míg 2014-ben 573 halálos kimenetelű közúti tragédia 626 ember életet követelt, tavaly 583 balesetben 18-al többen 644-en vesztették életüket. Az még a közlekedési rendőröket is meglepte, hogy évtizedek óta először országosan 10% alá csökkent az ittas vezetők által okozott balesetek aránya. Köszönöm mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm. Kívánok a Karcagy rendőrkapitányság nevében és balesetmentes közlekedés. Nem tudom, puszítatok. Köszöntöm Önöket innen a Kálvin utcáról, Teleki Zoltán kapitányúrral beszélgetünk március 8-án, amikor is sok-sok hölgynek virágot adnak át. Mi is ennek a mai akciónak a célja? Karcagi Rendőrkapitányság Városi Baleset Megelőzési Bizottsága folyamatos propaganda akciót folytat a balesetek megelőzése érdekében. A mai nőnap alkalmából a passzív biztonsági eszközök használatára helyeztük a fő hangsúlyt. Lehetőség szerint a hölgy járművezetőket állítjuk meg, és kedveskedünk nekik a nőnap alkalmából egy-egy virággal. Természetesen a kollégáim elnézőbbek a mai napon, tehát ahol hiányosságot találunk, ott a figyelmeztetéssel élünk. Reméljük, hogy sokan meg is fogadják a tanácsokat, hiszen itt azért figyeltük az előbb, hogy volt, akinek tanácsot adtak, hogy a gyermekét hol kell és milyen eszközökkel szabad szállítani, de büntetés ma még nem volt, tehát reméljük, hogy mindenki megfogadja ezeket a tanácsokat. Igen, a kollégáim a differenciált intézkedésekre helyezik a hangsúlyt, célunk a baleset megelőzés, az, hogy a passzív biztonsági eszközök, a gyermekülés, a biztonsági öv használata belevésődjön a vezetők, a járművezetők fejébe, és azt használják, hiszen tudjuk, hogy életeket menthet. Köszönjük szépen! Mi is köszönjük szépen! Hadd visszájtjuk, mert a női sofőröknek kedveskedik. Jó, hogy lát az ajtó! Köszönöm! Jó, boldog! Sok boldog! Mi napot kívánok! Boldog! Köszönöm! 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 Jó, akkor vegyük! Jó, rendben kívánok! Köszöntöm Önöket, itt vagyunk a Karcagi Arany János Általános Iskolában, hiszen elkezdődtek az aranyos napok. Most a szökőnap révén egy kicsit hamarabb, hiszen március 1-én szokott, most 29-én elkezdődött. Kovács Tímával beszélgetünk, hiszen a 8-osok szokták szervezni az aranyos napokat. Mi mindent szerveztek erre az évre? Ugye igen, ma február 29-én, hétfői napon volt az Aranyos Hét megnyitójának egy ünnepsége, ahol a 8-osok egy rövid műsor és egy kiállítás megnyitóval vártuk a vendégeinket. Nem létező tárgya kiállítása ez a neve. Magyar közmondások és szólásokat próbáltuk egy kicsit tárgyas formába hozni. Lehet látni, hogyan néz ki egy halványilla dunszt,
vagy a fekete leves, és hasonló, közel 20 ilyen tárgyat állítottak össze a nyolcadikosok. Ma még 14:30-tól kezdődött egy városi rajzverseny, ahol a Petőfi Sándor Arany Lacinak című művét kell bármilyen választott technikával a versenyzőknek illusztrálnia. Holnap egy kicsi pihenő, majd szerdán következik egy városi rajzverseny, ahol Arany és Petőfi barátsága lesz a központi témája a feladatoknak. Itt is a felsős tanulókat vártuk az iskolából, vagyis a városból. Csütörtökön ez a nagyon hanyományos és nagyon várt toldi erőverseny, ahol a fiúk mérhetik össze az erejüket, jó idő esetén a udvaron, rossz idő esetén pedig a tornateremben. Én azt gondolom, hogy sok hét, esetleg hónapok munkája van abban, hogy ez ma így szépen összeállt, és sokan eljöttek, és sokan készülnek a versenyekre. Ki segíti még a nyolcadikosokat ebben önön kívül? Hát a nyolcadik osztály igen magas létszámmal van, 24-en vagyunk, úgyhogy mindenkinek, így is mindenkinek a segítségére szükségünk van. Szerencsére jó hozzáállás mutatkozott a diákok részéről is, de természetesen ilyenkor az egész iskola, apraja, nagyja, kolléganők, kollégák, gyerekek, akit tudunk bevonni a feladatokba, mert azért elég sok mindent kell intézni ebbe az egy hétbe, hogy minden azért gördülékenyen menjen. Egyébként mit tapasztal, mennyire szeretik a gyerekek Arany János, tehát itt most azért lehet rajzolni is, de mennyire szeretnek rajzolni? Hát a rajzolással egyébként nincs van, mert nagyon szeretnek, és szerintem jó, tehetségesek is benne. Arany János meg, hát mondhatjuk azt, hogy azért akik a nyolcadikosok már ugye 8 éve minden évben az aranyos napokon részt vesznek, tehát ők nekik azért ezek a dolgok már alapvetőek, de az iskolánk tanulóinak ez egyértelmű. Tehát gondolom, hogy itt a toldi erőversenyre is nagyon készülnek. Lesz-e valami meglepetés, vagy minden évben azért nagyjából hasonlóak a feladatok? A feladatok idén, jó, hogy rákérdezett egyébként, mert most az idén változtattunk egy kicsit. Nem hiába az udvarra szerveztünk, mert szeretnénk olyan feladatokat, ami nem biztos, hogy a tornateremben belül megoldható. Tehát egy kicsit már ilyen erőversenyre mentünk át. Itt a talicska tolástól kezdve mindenféle nehéz tárgyak húzásáig lesznek feladatok, úgyhogy reménykedünk a jó időben, mert ezért szeretünk újítani mi is néha. Hát akkor reméljük, hogy az időjárás kegyes lesz, és akkor meg lesz az új arany idézőjebb aranyiskola toldia. Akkor a következő rendezvényekhez én még sok-sok diákot kívánok önöknek, és jó versenyzést! Köszönjük szépen! Köszöntöm Önöket, itt vagyunk az Ifjúsági Házban, hiszen egy nagyon szép és egzotikus kiállítás van, hüllőket és sok-sok mindent lehet látni, hogy mi mindent a Rotót Attilával beszélgetünk. Nem először érkeztek már Karcagra, most épp egy óvodás csoport érkezett, sok-sok látnivalót látnak, de mi minden van itt? Hát körülbelül 45-50 fajnyi állat van itt a kiállításon. Vízi teknősök, szárazföldi teknősök, siklók, óriás kígyók, varánusz, gekko, agáma, kaméleon, kiket hagytam ki, akkor vannak még rovarok, madárpókok, kisemlősök, nyuszi, amit meg is lehet simogatni. Sokféle jószág van. Ja, még kétéltűek is vannak, békák is vannak, leveli békafélék. És mit kell tudni, honnan érkeztek ezek az állatok? Ezek az öné, vagy pedig valahonnan hozták? Az enyémek, Kecskemétről érkeztünk, most már szerintem vagy 6.-7. alkalommal, így mindig jó pár év kihagyással szoktunk jönni Karcagra. Itt most a gyerekek már mennek és nézik, de mi az, amit különlegességként most hozott, ami eddig korábban nem volt? Hát most több kaméleon van. Különlegesség. Nekem mindegyik különleges, meg általában egy laikusnak különleges szokott lenni. Ez a sikló, az az óriás kígyó, ez a formájú teknős, vagy a madárpók, hogy ilyen színes, amolyan. Mindegyik maga nemébe különleges, úgyhogy nem tudok így kiemelni egyet sem. Itt most pont egy nyuszival szemezek, tehát gondolom egy picit a húsfétra is gondolt, amikor ezt elhozta. Nem, nálam mindig van nyuszi, én nagyon szeretem őket, én nem csak az, hogy hüllők vannak, mert jó az a fő, hogy is mondjam, profil a kiállításon, de például ez is egy különleges nyuszi, mert nem hétköznapi a bundája, hanem úgy néz ki, mint egy plüss nyuszi, plüss állat, de közben élő. Sok embernek mondom, hogy simogassák meg nyugodtan, mert meg lehet simogatni, és akkor érzem a gondolatát, hogy hagyjál már nyuszit, most simogatok otthon is. De mikor már hozzányúl, akkor Jézusom, ennek milyen a bundája, milyen sejmes, puha, még az átlag nyuszi bundánál is. Úgyhogy ő általában különlegesség, a gyerekek főleg, mert ha megsimogatják, akkor alig lehet őket sokszor elrángatni a nyuszitól.
De hát azért mondjuk vannak itt hüllők, amiket nem lehet megsimogatni, de a gyerekek azt is érdeklődéssel nézik. Ez így van, főleg ha még elkapnak egy-két látványetetést, hogy a kamélon kicsap a nyelvével a sáskát, ugyebár megeszi, úgyhogy az még egy különlegesség, de mindegyik, a kis krokodil, az ilyen teknős, úgyhogy sorolhatnám őket. És honnan jött ez, ahogy így szenvedélyesen beszélően azt gondolom, hogy ez önnek akkor egy szenvedélye, és biztos, hogy tudatosan építette ezt fel az elmúlt évek alatt, de honnan jött az ötlet, vagy látott valamit, és megirigyelte, vagy gyerekkori álom volt, hogy indult el ez az egész? Ez se nem álom, engem így neveltek, hogy szeressem az állatokat. Én mindig ebbe éltem, hogy állatok vettek körül, jó, hétköznapi kutya, macska, malac, tyúk, de én azokat is ugyanúgy szeretettel, és úgy láttam ők, vagy úgy nyúltam hozzájuk, hogy most az a kedvenc, vagy így, vagy úgy, és ez valahogy így alakult. Persze én gyerekkoromban is vittem haza zöldjékot, vagy gőtét, édesanyám mondta, hogy vigyem oda-vissza, ahol találtam, de aztán szerencsém is volt, ugyanúgy az ásványok is mindig érdekeltek, ma abból is sok van a kiállításon, csiszolt, vagy a nyers változatában, azokat is mindig nagyon szerettem, és én szerencsésnek vallom magam, mert olyannal foglalkozhatom, amit már gyerekkorom óta szerettem. Aki most esetleg itt megszerette az állatokat, és hozzá szeretne ő is fogni, mondjuk nem egy ekkora nagy gyűjteményhez, de mit javasolna? Tehát mit vegyenek a szülők, amivel így el lehet ezt kezdeni? Egyáltalán megszeretetni ezeket az egzotikus állatokat a gyerekekkel? Hát, ha csak egy hirtelen felángulás, akkor leszoktam beszélni, mert azért nem úgy van, hogy mint egy két hét múlva már nem érdekel. Viszont az benne a jó, hogy nem kell levinni naponta sétálni, nem kell nekik úgymond naponta enni. Általában a kamélonos láger, azt mondom, hogy ne avval kezdjék egyből, hanem lehet egy leopárgekkóval. Úgy szoktak példálozni vele, hogy a leopárgekkó például olyan, mint az akvarisztikában a guppi, hogy kezdjék guppival, mert az a legegyszerűbb és szép és látványos jószág, és úgymond elpusztíthatatlan. Ugyanúgy itt is vannak fokozatok, és akkor el szoktam mondani, hogy mi az igény annak az állatnak, és azt szoktam kérni, hogy nézzenek körbe azon a helyiségbe, városba, hogy hozzá tudnak-e jutni egyáltalán neki a táplálékhoz, mert ha nem, akkor ne vásároljanak, mert télen azért nem egyszerű beszerezni a táplálékot, mert például egy kamélonnak tavasztól őszig kimegy az ember a mezőre, és összefogdossa a sáskát, tücsköt, ilyesmit, és abban el van, de hát ősztől tavaszig meg nincsen, és akkor annak a erességét is, ugye már mint a kaját be kell szerezni akkor is. Úgyhogy ez így szokott működni, az, ha úgy látom, hogy oké, akkor vigyék, ha nem, akkor nem. Vagy ha későbbiekben szeretnének, én elmondom, hogy hol lehet beszerezni, mint lehet beszerezni, és akkor tegyenek belátásuk szerint. Van esetleg olyan vágya, amit úgy szeretne állatot, és mondjuk olyanok a körülmények, mert valami speciális körülmény kellene hozzá, ami éppen emiatt az elességbeszerzése miatt esetleg nem kivitelezhető Kecskemétem. Elességbeszerzés miatt nem, mert mindent meg tud oldani az ember, ha meg akar. Inkább forintális dolgok szoktak úgymond akadályt jelenteni, de azért mindig sikerül, mert én is tenyésztek ezt-azt, és csereberélek olyannal, akinek amolyan van, mert az ember, ha ilyen berkekben mozog, akkor ugyebár az ismerettség is sokkal nagyobb. És például nekem nagyon sok tejbékám szokott lenni, amit van a kiállításon, én békákat szaporítok, és akkor abból mindig jut arra is, hogy másféle jószágra csereberéljek esetleg. És akkor mi az, amire szeretne majd csereberélni? Hűha, jó kérdés. Most egyelőre úgy nincs is kívánságlista, inkább majd olyan, hogy esetleg párt szerezni egy másik varánusznak, csak akkor annak még nagyobb hely kell, mert nagyra nőnek. Ilyenek vannak, de ezek a távlati dolgok. Én akkor azt kívánom, hogy még sokszor találkozunk Karcagon, és akkor mindig hozzon ilyen különlegességeket, mint ez a nyuszi. Egyébként ez milyen fajta nyuszi, ha már beszéltünk itt az előbb róla? Törpe Rex nyuszi, a Rex, mint királynyúl. Ezt akarja a nevét, a fajta nevét. Köszönjük szépen, és akkor találkozunk még sokszor. Úgy legyen, minden jót. Február 25-én a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján Dobos László polgármester, Gyurcsek János alpolgármester és Rózsa Sándor jegyző koszorút helyezett el a katolikus templommal szemben lévő parkban álló kopjafánál. Február 25-én a kommunizmus áldozatainak emléknapja megtartását a Magyar Köztársaság Országgyűlésének 2000. június 13-án elfogadott határozata rendelt el.
Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát 1947-ben ezen a napon a kommunistákkal szembeni kiállása miatt a szovjet hatóságok teljes mértékben jogellenesen a képviselői mentelmi jog ellenére letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták, ahol 8 évet töltött fogságban, először a Gulágon, majd 1951. szeptember 25-től az Állambiztonsági Minisztérium moszkvai központi börtönében. A politikus letartóztatása és fogvatartása az első lépés volt azon az úton, amelynek során a kommunista párt kiiktatta az ellenszegülőket, és így haladt a totális egypárti diktatúra kiépítése felé. Az eset ezzel a demokrácia és a szabadság jogok semmibevételének jelképévé vált, amely a kommunizmus közel 50 éves uralmát jelezte. Kovács Béla típus példája lett a pártállami rezsim áldozataiként számon tartott embereknek. A kommunizmus fekete könyve becslések és levéltári kutatások alapján körülbelül 100 millióra teszi a kommunizmus áldozatainak számát az egész világon. Kelet-Közép-Európában, az éhínségben, kényszermunkatáborban vagy kivégzés által elhunyt áldozatok száma eléri az 1 milliót, de a rendszer áldozata az is, akit börtönbe zártak, vallattak, kínoztak, megbélyegeztek, akit csoport vagy vallási hovatartozása miatt üldöztek, vagyis mindenki, akit a szabad cselekvés és választás lehetőségétől megfosztottak, testileg és lelkileg megnyomorítottak. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Kovácsné Kerekes Katalina, a Déréné Kulturális Központ munkatársa. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és én is nagy szeretettel köszöntöm a televízió nézőket. Mai beszélgetésünk apropója az, hogy szép eredményekről tud nekünk beszámolni a Déréné Kulturális Központban működő kis csoportokkal kapcsolatban. Ön koordinálja ezeknek a kis csoportoknak a jelentős részét. Milyen csoportokról beszélhetünk? Néptáncos csoportokról, nyugdíjas csoportokról, illetve a csipkeverő szakkör, a Kunrózsa csipkekör tartozik hozzám. Vegyük akkor most külön ezeket a csoportokat, beszéljünk először a csipkésekről, mit lehet tudnunk erről a csoportról, ki vezeti ezt a csoportot, milyen eredményeik vannak, hogyan haladnak a munkával. 2011-ben alakult a csipkekör Fejesné Kopány Gabriella vezetésével, és azóta is működik, és nagy örömünkre szolgál, hogy az utolsó pillanatban sikerült ezt a csoportot létrehozni, hiszen az a tudás, az a kincs, ami felhalmozódott az évtizedek alatt itt a Nagykunságban, így nem megy veszendőbe, hiszen egy hagyományt, ahogy valahol olvastuk, nem őrizni kell, meg nem ápolni, hiszen nem rab és nem beteg, hanem éltetni kell. És így, ha az emberek, akik ezt fontosnak tartják, és a mi szakkörünk, a csipke szakkörünk ilyen emberekből áll, fontosnak tartják a tovább éltetését ennek a hagyománynak, hogy a mindennapi életük részévé válik ruhán, lakberendezési díszeken a vercsipke, és a motívumkincs megmarad, tovább él, tovább öröklődik, akkor egy nagyon fontos küldetést tölt be ez a szakkör, és nagyon örülünk annak, hogy akik tagjai mindannyian küldetés tudattal bírnak, és tényleg nagyon szorgalmasan készítik a csipkéket. Ezen túl nem csak a csipke készítés, hanem a motívumkincs felkutatása is feladatuk, vagy felkutatását is feladatuknak tekintették, és összeállítottak Emlékek a csipkeverés nagykunsági történetéből című csipke könyvet, és ez a könyv
egy hiánypótló kiadvány, hiszen nem csak a karcagi, hanem a karca környéki, tehát a nagykunsági csipkések motivumkincsét gyűjti össze. Sajnos már többen az adatközlők közül nincsenek az élők sorában, de szépen a könyv taglalja az ő csipkés múltjukat és a sok-sok motivumot. És a könyv bemutatása már 12 helyszínen megtörtént, Karcagon is több alkalommal, Abátszalókon, Kunmadarason, Kunhegyesen, Kisújszálláson, Tiszafüreden, Egerben és Kozárdon a Nemzetközi Palóc Fesztiválon. Ezen túl bekerült a Néprajzi Múzeum archívumába is egy tavalyi tradíció pályázat eredményeképp, és az óriási dolog, úgy gondolom. És nagyon örülök annak, hogy a csipkések járnak és kapcsolatot tartanak más kézműves szakkörökkel a környező településeken, Tiszafüred, Kisújszállás, illetve Abátszalókkal is élő kapcsolat van. És a Tiszafüredi Kispál Múzeum 2016. június 25-e és október 9-e között egy időszakos kiállítást tervez berendezni a karcagi csipkések alkotásaiból, és ez óriási dolog, úgy gondolom. Én bízom abban, hogy a lendület az továbbra is meg lesz, jó kezekben van a csipkekör vezetése, és nagyon lelkes tagok alkotják a csoportot. Milyen sűrűn találkoznak a tagok? Hogyan működik ez a szakkör? Ez heti rendszerességgel, csütörtökönként a Ifjúsági Ház könyvtár épületében van egy klubszoba, ahol ők találkoznak, és hozzák magukkal a már elkészített alkotásaikat, illetve folyamatosan frissítik az ismereteiket, és új motívumokat tanulnak meg. Nagyon fontos a minőség. Gabika néni nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy precíz, pontos, esztétikus munka kerüljön ki a szakkör tagjainak kezei alól, és így állandó felügyeletet tart és tanácsaival ellátja a szakkör tagokat. És nagyon érdekes, hogy az egyik tagnak a lánya, Őrsi Adrien, középiskolai tanuló Szolnokon, és egy terítési versenyen vett részt tavaly a Pelikán kupán, és az ő terítékéhez vercsipkét használtak föl, és ezt a klubtagok készítették, illetve a szakkörtagjai készítették el, és ez a terítés külön díjba részesült. Ez szép eredmény. Ugye említette, hogy egy időszaki kiállításra készülnek majd a karcagi csipkések, ezen kívül van-e nekik bemutatkozási lehetőségük? Hogyne, természetesen, hiszen a nagy rendezvényeken mindig megjelennek, kitelepülnek, bemutatóznak. Gondolok a Birkafőző Fesztiválra, Kunhagyományok napja, Lovasnap, augusztus 20-ához kapcsolódó rendezvényeken, és természetesen a csipkésekre mindig lehet számítani. Ők akár rögtönzött, akár nagyobb kiállítást is képesek berendezni, nagyon sok szép munkájuk van, és szívesen megjelennek bemutatózni, hogy az érdeklődőknek egy kis ízelítőt adjanak, hogy hogyan készül a karcagi vert csipke. Illetve Kisújszállással is igen szoros a kapcsolat, és volt olyan, hogy egy közös klubfoglalkozást tartottunk a könyvtár emeleti nagy termében, és ott berendeztünk egy kis rögtönzött kiállításnak, mondom, mert csak addig volt látható, amíg a délutáni foglalkozás zajlott, de nagyon, nagyon élénk figyelem kísérte a munkákat, minden alkotó a saját munkájáról tudott beszélni, nagyon szép, meg szép emlékű foglalkozás volt. További sok sikert kívánunk a csipke szakkörnek. Most beszéljünk a nyugdíjas klubokról, amik a Déri névben működnek. Hány csoportról beszélhetünk? Négy nyugdíjas csoportunk működik, az Életet az Éveknek nyugdíjas klub, a Nyugdíjas Pedagógus Klub, a kunsági kézműves szakkör, illetve a nótakör. Nyugdíjas tagjai vannak a nótakörnek, átmenet, mert ők már művészeti csoportként is figyelembe vehetők, most is készülnek egy minősítőre, és tavaly is nagyon szép eredményeket értek el. A nótakör vezetője Márkus Ica, így mindannyiunk számára egyértelmű, hogy jó kezekben van ez a csoport.
rendszeresen fellépnek a kulturális központ rendezvényein is, illetve járnak vidékre. Voltak Kunhegyesen, voltak Beregfürdőn, környező településeken szívesen látott vendégek. Kezdjük akkor talán az Életet az éveknek nyugdíjas klubbal. Mit kell róluk tudnunk, hány taggal működnek ők, egy Virám társaság, ahogy megismerhettük őket. Igen, igen, az Életet az éveknek nyugdíjas klub nagy múltra tekint vissza. 40 éve, az ősszel 40 éves lesz a klub. Hosszú évtizedekig Hitter Piroska néni volt a klub vezetője, és különböző hagyományos programok alakultak ki az évek során. Az egyik hagyomány az, hogy két hetente tartja foglalkozásait a klub, egy előre tervezett programterv alapján, munkaterv alapján. Ebben a programtervben szerepelnek különböző ismeretterjesztő előadások, mozgásos programok, egészségnevelő programok, illetve természetesen a szórakozás is helyet kap, hiszen évi három alkalommal a Dériné Kulturális Központ báltermében megrendezzük a városban működő nyugdíjas klubok részvételével a báljainkat. Van a farsangi bál, van a tavaszköszöntő bál és az idősek napi bál ősszel. És több mint 100 fő fogadja el ilyenkor a meghívást, és igen jó hangulatú délutánok zajlanak. A meghívott csoportok szoktak különböző jelenetekkel, vidám tréfákkal készülni. Állandó szereplője ezeknek az alkalmaknak a Nóta kör csapata. Vidám nótacsokorral ajándékozzák meg a jelenlévőket. És most egy érdekes dolog történt, ugyanis az egyik klubtag javasolta, hogy valamilyen vidám farsangi történettel rukkoljunk elő, és különböző területekről összeválogattuk a farsang temetés szokását, és egy rövid jelenetben megjelenítettük és eltemettük farsang Tónit. Nagy vidámság közepette, nagyon jó volt, és az egyik munkatársam mondta is, hogy megalakult a Csepürágók csoportja. Bízom abban, hogy ez egy olyan kezdeményezés, ami fenntartható, és a későbbiekben is vidám jelenetekkel majd szórakoztathatjuk a jelenlévőket. Aztán természetesen fontos dolog a város eseményeivel való ismerkedés, és minden évben, szeptemberben meghívjuk polgármester urat, aki tájékoztatja a nyugdíjas klub tagságát az éppen aktuális városi fejlesztésekről, rendezvényekről, történésekről, és a foglalkozás második részében meg egy ilyen kihelyezett lakossági fórumként működik a foglalkozás, hiszen polgármester úrnak kérdéseket, kéréseket lehet föltenni, ő vagy helyben rögtön válaszol, vagy pedig, ha megoldandó problémáról van szó, akkor ő azt a későbbiekben elintézi, és így olyan jó foglalkozások, hogy van eredménye is, hogy így mondjam, hiszen voltak olyan lakossági észrevételek, amelyek így eljutott a polgármester úrhoz, és a megoldást megkereste, és megtalálta rá. Aztán van egy kedves szokás szintén még a klub életében, hogy karácsonyhoz közeledve a Kaiser étteremben mulatjuk az időt. Mindenki készül kedves verssel, jelenet, vagy inkább, de volt már jelenet is, igen, karácsonyhoz kapcsolódva, de inkább ilyen szívhez szóló történet, vers, próza hangzik el. Aztán elfogyasztunk közösen egy estebédet, és még nótázásra is szokott sor kerülni, így készülünk a karácsonyra. Mennyire összetartóak a klubtagok? Nagyon, nagyon szeretnek együtt lenni, hiszen ezek a foglalkozások, ezek lehetőséget nyújtanak a kötetlen beszélgetésre. Máskor, ha nem találkoznak, itt megosztják az élményeket, hozzák a fényképeket, bemutatják, hogy mi újság a családtagokkal. Jó, jó alkalmak ezek. És a kezdeti kérdés volt, hogy hány fős a klubtagsága, folyamatosan növekszik, már elértük az 50 főt, úgyhogy örömmel mondhatom, hogy sokan vagyunk. Szoktak kirándulásokat is szervezni. Az idén mi a terv? Hogyne, természetesen. Két
célpont, illetve három is van összesen, még nem döntöttünk, hogy melyikre megyünk. Van egy közelebbi, Jászberény és környéke fogalmazódott meg. A csoport kérése, hogy egy esztergom-visegrádi kirándulás, az egy elég nagy lélegzetű kirándulás lenne egy napra, nagyon korán kellene indulnunk, hogy ez teljesíthető legyen, illetve nekem dédelgetett vágyam, hogy eljussunk testvérvárosunkba, Szepsibe, és a környező látványosságokat megtekintsük. Nem tudom majd melyik valósul meg, de terv az mindig van. Tavaly Diósgyőr, Lilafüred volt, azelőtt való évben Gyulán voltunk, de mindig vannak helyi kirándulások, és vagy egy főtéri séta, vagy volt már alkalom, hogy a Kunlovardába mentünk, lovasszekerezés, meg egy ilyen városnéző séta volt, illetve tavaly, illetve megelőző években is a látogatóközpont udvarán szalonnasütéssel múlt egy délután, az is nagyon jó hangulatban zajlott. A másik nyugdíjas klub, ami működik, a Nyugdíjas Pedagógus Klub, róluk mit kell tudnunk? Igen, a Nyugdíjas Pedagógus Klub is nagyon aktív, nagyon összetartó tagsággal bír. Mátyusné Kispár Róza alapította és vezeti a klubot. Ők is rendszeresen találkoznak, havi egy alkalommal, és munkaterv szerint zajlanak a foglalkozások. Emlékeznek neves évfordulókról, irodalmi délután tartanak, nagyon hangulatos a karácsonyi rendezvényük nekik is, illetve ők is meghívott előadókkal tartanak egy-egy foglalkozást, legutóbb Szerepi Nagy Attila volt a vendégük, és ők is nagyon-nagyon lelkesen járnak ezekre a foglalkozásokra, jó kezekben van a klub, Rózsika néni nagyon lelkesen és odaadóan vezeti ezt a csoportot. A két csoport hogyan működik együtt gyakorlatilag? Ugye említette az előbb, hogy az Életet az Éveknek nyugdíjas klub, amikor bált rendez, akkor meghívják a többi városban működő nyugdíjas klubot is. Van-e össze úgymond közös munka, közös projekt a Dériné Kulturális Központban? Hát annyiban, hogy mi meghívjuk akár a Dérinében, akár a város más pontján működő klubokat, és ők képviseltetik magukat. A rendezvényeinken ennyiben merül ki egyéb, illetve van példa másra is, hiszen a Nyugdíjas Pedagógus Klub tagjai szívesen jönnek hozzánk előadást tartani, volt is erre példa, Sós Gézáné tanárnő és Sós Géza tanár úr tartott már foglalkozást nálunk az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klubban, tehát nem csak a közös báli alkalmakat lehet felsorolni, hanem akár erre is megkérhetjük a nyugdíjas pedagógusokat, szívesen jönnek hozzánk. Beszéljünk a Kun Rózsa kézműves szakkörről, róluk mit lehet tudnunk, mivel foglalkoznak? Ők valaha a Népművészeti Házipari Szövetkezet tagjai voltak, és rendszeresen találkoznak, ápolják a kapcsolatot, és Talmácsi Istvánné Marika vezetésével negyed évente összejönnek a Dériné Kulturális Központban. Nekik is van munkatervük, kirándulni szoktak menni, illetve előadókat hívnak meg. Nagy segítségükre van a programok szervezésében Pánti Ildikó önkormányzati képviselőasszony, aki akár a program szervezésben, akár programjavaslatok tekintetében szívesen támogatja a klub tagságot. Legutóbb a kézműves szakkör foglalkozásán polgármester úr volt jelen, és tájékoztatta a klubtagokat a városban zajló eseményekről. Egy igen hosszú foglalkozás lett, hiszen sok-sok mondandó volt, sok-sok kérdés volt, jól telt a délután. De természetesen másban is kapcsolódnak a kunsági kézműves szakkör tagjai a Dériné Kulturális Központhoz, hiszen volt olyan alkalom, hogy a néptáncruhák varrásához nyújtottak segítséget, önzetlen segítséget, amit ezúton is hálás szívvel köszönök nekik. És akkor most tevezzünk el, ha már említette a táncosabb vizekre. Ugye önhöz tartoznak a Dérinében működő néptánc csoportok. Mely csoportokat sorolhatjuk itt föl?
A legkisebb csoportunk a picinke, a bölcsödés korosztály tagjai tartoznak hozzá. Nem nevezhetjük néptáncosoknak, hiszen ilyen kicsi korban még nem lehet néptáncot oktatni, viszont népi gyermekjátékokat tanulnak, mondókákat tanulnak, hallgatnak népzenét, és hát nyilván próbálnak rá lépegetni is, de leginkább itt a mondókázás, a közös játék, ami nagyon fontos, még a közös éneklés. A foglalkozásokon a szülőkkel együtt vesznek részt a gyerekek, de arról számolnak be a szülők, hogy nagyon várják a gyerekek ezeket az alkalmakat. Heti egy alkalommal szerdánként jönnek össze Balla Ági vezetésével, aki egyébként csecsemőgondozó és a bölcsödében dolgozik, illetve már több mint 10 éve néptáncosunk, a Pántliga csoport tagja. És nagy-nagy örömmel jönnek össze a csoport tagjai, és együtt énekelnek, együtt mondókáznak a szülők a gyerekekkel, és azt mondták a szülők, hogy ugrásszerűen nőtt a gyerekek szókincse, hogy ilyen sokat mondókáznak, dalolgatnak együtt. Örömmel halljuk ezt. Aztán a következő korosztály a toporgók. Korosztály Kunné, Nánási Mónika vezetésével óvodás gyerekek járnak ebbe a csoportba. Szintén inkább a közös játékok, népi játékok, mondókák a fő témái ezeknek a foglalkozásoknak. Nyilván hallgatnak zenét, meg nyilván lépegetnek rá, de az alapozás zajlik ebben a csoportban, de ide is nagy-nagy lelkesedéssel járnak a gyerekek. Heti két alkalommal, keddenként és csütörtökönként tartjuk a foglalkozásokat. Ezt követi korosztályban az árendás korosztály, ők a legnépesebb csoportunk most, hiszen változó, nyilván mindig van egy kis csatlakozás, meg van lemorzsolódás is, de 25 vagy inkább még több gyermek jár ebbe a csoportba. Nagyon lelkesen táncolnak Oroszné Millinkov Ferita vezetésével, részt vettek a Jászkun világművészeti szemle területi megmérettetésén. Most az idén még nem jutottak tovább, de bízunk benne, hogy a következő esztendőkben majd a megyei döntőre is el tudnak jutni. Ezt követi a Bokréta Pántlika csoport, ők most egy időben tartják a foglalkozásokat, hiszen van egy életkori dolog, amikor elérkeznek a gyerekek a középiskola végére, vagy a középiskolába, tehát a nyolcadikból elballagnak, elkerülnek Karcagról, környező településekre, és nehezebb összehozni a próbákat, ezért együtt próbál a bokrétás korosztály és a pántlikás, és egymást erősítik. Oroszné Milinkov Ferita és Nagy Csaba vezetésével zajlanak a foglalkozások. Van a felnőtt tánckörünk, egy közel fél éve szünet után újraindult, hál' Istennek, Nagy Emese vezetésével, és lelkesen járunk a próbákra. Ismét a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódva egy betlehemi délután tartottunk, nagyon jó hangulatban zajlott, nagyon örültünk, hogy ismét előadtuk ezt a darabot, illetve a múlt héten voltunk fellépni, múlt hét előtti héten voltunk fellépni a Berekfürdőben, egy rendezvényre elhívtak bennünket. És vannak a Barna Gyöngyök, Vadász Brigitta vezetésével, ők a cigány hagyományokat, a cigány kultúrát éltetik tovább, és ők is részt vesznek, nem csak karcagi, hanem ahová hívják őket, környező települések rendezvényeire, Kisújszálláson, Kumadarason léptek föl. Összesen körülbelül, ha számszerűsíteni kell, akkor hány főt ölel föl ez a néptánc tanulás? Hát ez közel 150 főt mozgat meg, a legapróbbaktól a idősebb korosztályig, fogalmazunk így. Ugye nagyon fontos, amikor föllépnek a gyerekek, a fiatalok, hogy ad nekik egy más tartást, egy más előadásmódot az, hogyha viseletben táncolnak. Hogy áll most ez a Dériné Kulturális Központ keretein belül? Vannak-e néptáncruhák, van-e lehetőség fejlesztésre, hogyan tartják őket karban? Igen, vannak néptáncruháink. A szokás az, hogy kint vannak a gyerekeknél, ők vigyáznak rá, és amikor méret, tehát kinövik a ruhákat, akkor cseréljük. Van sok szép ruhánk, közel 700, hiszen ott tart már a leltári szám, de ebben benne vannak a
pici blúzok, meg a pici kis szoknyácskák a toporgók korosztály részére, illetve a felmenő rendben. Nyilván mindig szeretjük, ha van fejlesztés, hiszen a gyerekek, ahogy kinövik a ruhákat, mindig kell egy újabb fejlesztés. Most is tervezünk egy nagyobb változtatást. Most a blúzzaink koptak meg az évek során, de természetesen mindig jól jön, hogyha van újabb és újabb frissítés. Van, amikor a gyermek létszámváltozása indokolja ezt, van olyan, hogy egy újabb műsorszám betanulása, így lett például a kalocsai viseletünk is, és az is igaz, hogy most a szekrény mélyén van, de biztos lesz majd alkalom, hogy a színpadon bemutatkozzanak benne a gyerekek. Mindig nagy sikert arat a kalocsai koreográfia. A másik dédelgetett vágy, hogy valamilyen erdélyi tánchoz való viseletet fogunk a gyerekekre varratni. Ez még most csak terv, de megvalósul, bízom benne. Az idén milyen bemutatkozási lehetőségei vannak már fixen ezeknek a csoportoknak? Miket terveznek? Hát természetesen a városi nagy rendezvényeken bemutatkoznak, a Birkafőző Fesztiválon mindenféleképpen, illetve tervezünk egy néptáncos gálát április 22-ére. Nagy sikert aratott a decemberi jeles napokat földolgozó, télvárástól téltaposásig címet viselő dramatikus játék, ami néptáncokkal fűszereztek az alkotók. Egy közel egy óra hosszás program volt, minden csoportunk részt vett benne, és egyszerre közel 100 vagy több mint 100 gyerek volt a végén a záróképben a színpadon. Hát szívet melengető látvány volt, és hasonló programra készülnek most a néptánc csoportok. Most a tavaszi ünnepkör jeles napjait fűzik föl, és mutatják be majd a közönségnek. De természetesen, hogy említettem, a Birkafőző Fesztiválon, augusztus 20-ához, illetve a lovasnapokhoz kapcsolódó rendezvényeken mindenképpen föllépnek. Lesz az idén is Jászkun világművészeti szemle, az árendás csoport biztosan megmutatkozik rajta. Illetve mindig vannak előre nem tervezett alkalmak. Szokták hívni berekfürdői, bereki vigasságokra a gyerekeket, Tiszafüredre, a halasnapokra, akkor különböző civil szervezetek rendezvényei, mozgáskorlátozottak, vagy a civil fórum rendezvényeire, Vöröskereszt záró alkalmára, projekt zárójára hívták például a gyermekeinket, tehát vannak előre tervezhető és menet közben érkező fellépések. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, további sikeres munkát kívánunk, és minden csoport működéséhez, koordinálásához jó munkát. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran, illetve akkor is jelezzenek felénk, hogyha valami rendkívüli szokatlant látnak az utcákon. Maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása. A jövő héten visszavárjuk Önöket, addig is a viszontlátásra mindenkinek.